Köszöntöm a kedves nézőket a mai napi összecsapásunkon, a mai pályánk Temple of Anubis, díjval ezt a kiszemelt hősöm, és támadással fogunk indítani, és reméljük a legjobbakat. Időközben már egy kicsit haladtam előre a rankedbe, úgyhogy most nem mindegyik összecsapásomat fogom felrakni, mert lusta vagyok, meg hát spórolok most a Winchesteremmel, mert mindig úgy vagyok vele, hogy így begyűjtögettem magamnak a meccsfelvételeket, aztán szépen sorban próbálom majd őket most kipakolni. Csak igazság szerint már kicsit fogytán vagyok a helyjel, úgyhogy most inkább csak úgy, amit úgy érdemesnek tartok, azt rakom fel, és akkor nagyjából ennyi a történet. Jaj. Hát közeledek megint a platinához, de még egyelőre nem olyan szélsebesen, mint ahogy szerettem volna. Jó, mondjuk hozzáteszem, hogy azért dolgom is van. De ha minden jól megy, talán majd húsvét idején jobban belenézek, de amennyire ismerem a Blizzardot, tudja, hogy valamelyik event majd pont húsvét környékén fog berottyanni, úgyhogy majd ezzel kicsit megint eltántorítanak a kompetitív élménytől, tekintve, hogy már tapasztaltam, hogy event idején mindenki felmegy kipróbálgatni új skineket, meg mit tudom én. Patchelni is fogják lehet, meg hát, és akkor ilyenkor elég érdekes anomáliák előfordulhatnak a szervereken, és ilyenkor én inkább már óvatos vagyok, mert buktam már ilyenek miatt elég sok esert. Jaj, na de, kezdődik a körünk, és hát én nagyon izgulok, mert hát szoktam izgulni így a körök elején. Úristen, és rögtön egy, mi volt? Egy Genji? Meg egy Junkrat? Úristen, ezek védekeznek. Többiek próbálnak előre nyomulni, hát én most Junkrattal próbálok valamit kezdeni, többé-kevésbé sikerül is, de ez az annál az elején jó volt, mert mihelyt érzékelték, hogy én ott jobbra próbálok kitörni, egyből dobott rám egy olyan üvegcsét, és nem tudtam magam hellelni, ami a rosszabb az, hogy egyből sebeztek is rám, majd ki kellett szálljak a mekemből, és szörnyűséges körülmények között elhaláloztam. Viszont lehet, hogy elvontam annyira az ellenség figyelmét, hogy egy-ketten azért beszivárogtak a soraikba, aztán majd hát meglátjuk, hogy mennyire tudnak érvényesülni, bár ahogy nézem a kill feedet eléggé nem. Mondjuk a Genji az igen, de az a baj, hogy ez így elég kevés, Reinhardnak kéne valamit kezdeni, egyelőre még nem helleli senki, Junkratot elkaptuk, Reinhard, te pusztuljál el, nagyon szépen, nem, most már hellelik. De a Hellert nem helleli senki, úgyhogy érdemes lesz azt támadni. Hej, szevasz, szevasz, jó van, és ez elpusztult, irány a pont, köszönöm szépen. Itt vagyunk a ponton, és a többiek is ömlenek befelé. Nagyon jó, idáig ez a kezdet, ez nekem megfelel, és hát itt van Lucio, próbálkozik még itt a korcsolyával zavarni, de igazság szerint ez ilyenkor annyira már nagyon nem sebez, és hát ennek csak annak volt értelme, hogy meghalljon, és hát max pár másodpercet nyert így. Jó, néha mondjuk ez dönti el a kompetitív meccset, hogy mennyi másodpercet tudunk nyerni, de egyelőre úgy vagyok vele, hogy ennek úgy értelme nem volt. A Reinhardt közben az többiek még nem intézték el, és hát ez visszament a helyére. De hogy tudott ez visszamenni a helyére? Na majd most így elintézzük, és hát ez így sikerült is. A pontot egy kicsit berobbantottam, ilyenkor szoktam számolni Symmetra túretekkel, vagy Torbjörn túretekkel, vagy valamilyen túrettel, ami, hogy is mondjam, fájdalmat tud nekem okozni. Zariával kéne valamit kezdeni, mert kurvára nem akar megpusztulni. Na végre elhalálozott, elkezdtük húzni a pontot, de még itt van egy Junkrat is, jó, és kirobbantott a mekemből, közben visszatért Reinhard, és fogalmam is mi történt, de egyből meghaltam. Nem Reinhard ölt meg szerintem, hanem van egy mejünk is, és szerintem az nyomott egy one shot killt, de nem vagyok ebben egészen biztos, lehet, hogy pont Reinhard rám sebzett, és akkor úgy azzal együtt pusztultam meg szörnyűséges körülmények között. Mindenesetre 5 perc, 35 másodperc áll még a rendelkezésünkre, hogy befoglaljuk a pontot, és hát be kéne, mert igazság szerint az első pontot elfoglalni az baromi egyszerű. Nem sok olyan alkalom volt, amikor nem tudtuk volna azt elfoglalni, viszont a második pont elfoglalása már pont az ellenkezője. Alig lehet bele valamit kezdeni, nagyon jól össze kell hangolni a ultikat, és Annával sikerült végezni, a Genji is jól támad, hát én kaptam meg az Anna boostot, de hát Anna elaltatott még a halála előtt. Reinhardnak kéne valamit kezdeni, de hát Reinhard szétkalapálta az agyamat, mert valaki őt időközben még hellett, ja, igen, zenyatta. Hát igen, egy hellert elintéztünk, de hát két heller van az enemy teamben, úgyhogy legközelebb jó lesz rá is figyelni. Semmi probléma, van időnk még bőséggel, 4 támadás is kijön még ebből az időintervallumból szerintem, és már megint majdnem be van töltődve az ultim. Már csak arra kéne rájönni, hogy azt hittem megöljük, de nem. Az a baj, hogy a hellereik egész jók.
85%-on van az ultim töltöttsége, és hát most ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy mindig így próbálom lőni az enemit, vagy ugye próbálom tölteni az ultimat. Igazság szerint más értelme nem nagyon van, mert hát ebben a sebzésben, amit divával ebből a távolságból véghez tudok venni, kvázi semmilyen damage-et nem tudok ugye igazság szerint kiosztani, aminek értelme is lenne. De mint látható már betöltődött az ultim, csak hát az a baj, hogy hiába nyomom ki Temple of Anubison a ultimat, baromira el tudnak bújni nagyon gyorsan, és hát nagyon ritka szokott az lenni, amikor értelme is van ennek az összecsapásnak. Istenem, de talán nem, megint nem volt semmi értelme az ultimnak. Semmi probléma. Legalább arra jó volt, hogy összezavarja az enemit, és itt van a következő Heller, akivel végeztünk, mellyel is hamarosan végezni fognak a többiek, így van. Viszont elnyomta az ultiát, és Genji is elnyomta az ultiát, de valaki nagyon jól Heller engem is, hát nem tudom ki gyilkolt ez a Genji, de hát a Dragon Blade az most alig hatott valamit, pedig hát le is voltunk még fagyasztva, de hát a szennyatánk az most megint akciózik. Próbálom elintézni Anát, de egyelőre még nem sikerült. Hát mi a ezecsém, ez egy húsvéti gyúl, hogy így ugrál? Na, halljál már meg gyönyörű szépen. Komolyan mondom, na, egy kis segítséggel, de sikerült megölni. Oké, jövünk vissza pontra, húzzuk. Itt van egy Reaper, őt is sikerült elintézni. Egy mely próbálkozik. Ó, és hát ez egy nagyon jó fal volt, mely is megvédett a Reinhardtnak a... Na, és már megint olyankor stunolnak, amikor megkapom az Ana boostot. Semmi baj. Hellert azt megpróbáljuk elintézni, meg kihúzni a területről. Reinhardra kéne valamit kezdeni, egyelőre még nem sikerül semmi se kezdeni, elnyomtam megint az ultimat, hát ha most már jó lesz, de nem jó. És hát megint Reinhardt próbált elintézni, hú, ez mekkora mentés volt, kérem szépen, hogy nem is tudom, épp mielőtt elkapott volna az enemy, Reinhardt kitolták a francba, és hát így le tudtam intézni azt, akit el kell intézni, itt van még egy mely, őt kéne valahogy likvidálni, bebújt ide a sarokba, Reaper is itt próbált érvényesülni, és végül elfoglaltuk a pontot, 2 perc 28 másodperc maradt még hátra, kérem az összecsapásból, és egy Winston is feltűnt a színen, bár itt a végén már úgy sok értelme nem volt. Hú, első körnek egész izgalmas, én azt kell, hogy mondjam. Már csak az a kérdés, hogy kivel kellene védekeznünk, mert hát mondjuk igazság szintén itt Junkratot szoktam erőltetni. Junkrat jó tud lenni, de csak a olyan pontokon, ahol szűk helyen kell mozogni. Ez a ha bal vagy jobb oldalra próbál nyomulni az ellenséget, így zseniális tud lenni. Viszont hogyha egyből középen támadnak, és mondjuk úgy skillesebb az ellenfél, akkor semmit nem ér Junkrat, legalábbis nem sok mindent tudunk vele kezdeni, úgyhogy... Én azt mondom, hogy most szimetrával próbálom, így a két oldalra rakott túreteket, jó, azokba belehalni senki nem fog, de mit tudom én, vagy a páncél, vagy a teleport miatt én azt mondom, hogy most ide ez kell. Aztán majd meglátjuk. Ajaj. Ha jól sejtem, az enemy teamben még mindig lesz egy Genji, és hát legalább őt próbáljuk majd ezzel counterelni. Ha sikerül. Hát remélem, hogy sikerül, ha jó lenne. Jaj. Na azt mondja, ide rakunk egy túretet, meg hát ide rakunk egy túretet, meg ide rakunk egy túretet, ezzel egyik oldalt úgy nagyjából lefettük. Azt mondja, hogy hát én még ide fogok rakni. Egyet ide, meg egyet a másik oldalra, bár hát ebbe sem fog senki se belehalni sajnos. De legalább egy kicsit úgy megbelassítja őket, aztán még egy túretet ide rakok, és én itt fogom személyesen várni őket. Annál is inkább, mert nem akarom, hogy azt a helpeket ott felvegyék, hanem ha megsebeznek, akkor egyből ráülök a helpekre, felveszem előlük, és akkor a többieknek még lesz ideje damage-elni őket. Aztán én vagy megpróbálok kimenekülni, vagy ott halok szörnyet. Hát majd kiderül. És hát elnyomunk egy ilyet. A Winston mindenképp megtalálható, ami a túrátjaim szempontjából annyira nem jó, mert ő nagyon jól tudja őket likvidálni. Ó, a Mercy egyből meghalt, úgyhogy egy Hellerrel kevesebb. Nagyon jó, és itt egy Genji. Szia, gyere már közelebb, ez az, gyere. Ó, hát ez egy butus Genji volt. Nagyon butus Genji. Úgy felvettük a helypacket, jól van, úgyhogy most egy darabig nem kell attól tartanom, hogy ezek itt akármit is művelnek. Ó, és Fara is meghalt, gyönyörű szép. Elnyomtam még egy ilyen páncélt, mert hát azért Bastionnek azért jó fog az jönni. 3 perc 20 másodperc, és egyelőre még jól tartjuk magunkat, de feltűnt Winston a színen. Oj, Mercyt kéne elkapni, de hová, de miért megy át mindig a sugaram a hozzám közelebb lévő, ezért nem is kattingatok. De jó, és akkor pont Winston kinézett magának, óriási.
Még arra nem volt időm, hogy letegyem a teleportot, pedig már le tudnám tenni, és hát ahogy nézem a kill feedet, többieknek semmi esélyük sincs. Gyorsan bukjuk, gyorsabban bukjuk ezt a pontot, mint amennyire szerettem volna. Na jó, hová tegyem a teleportot? Jó, mondjuk ide lerakom. Még talán van annyi időnk, hogy még egy rohamot indítsunk. Igazság szerint, hát ez pont jókor engedtem el, zenyatával kéne valamit kezdeni, de már egyből támad engem fara a levegőből, és mire odaérnék, szerintem pont el fogok halálozni. Igen, Winston az a baj, hogy tud sebezni, és hát egy Mercy is ott volt. Az a baj, hogy oké, hogy ha ráfogok valakire a sugárral, akkor egész jó kis damage-et lehet szimetrával kiosztani. Viszont azt a nagy zsumbúj közepette nehéz kiválasztani, hogy az a sugár épp ki damage-eljen. Úgyhogy én elhelyezem itt a túrátjaim egy részét, azokat nyilván ott meg fogják semmisíteni. Igen, aztán még ide is pakolok egy kicsit, és megjelent a Winston, ott Mercy, na végre rá tudtam fogni Mercyre, úgyhogy már nem tudja visszahellelni Winstonunkat, ugye ő bizony elhalálozott. Úgyhogy a védekezés első fázisa mondjuk úgy, hogy ezen a ponton sikeres volt. Mindenképpen megtorpantottuk az ellenfelünket. Már csak az a kérdés, meddig fogunk tudni kitartani, mert hogy 5 perc 43 másodpercnél járunk jelenleg, és hát az bizony elég sok idő. Több idejük van, mint nekünk volt. De hamarosan megint be lesz töltődve az ultim, ami azért jó. Mert most szerintem a páncért fogom lerakni a teleport helyett. Bizony. A többiek, ez egy nagyon jó lányom, ott Lucy ulti volt. Ez viszont egy nagyon nem jól. Egy fara ulti volt. És Winston is elhalálozott, tehát a többiek brilléroznak. Jól van, team kill van. Hát a túrátjaim azok továbbra is teszik a dolgokat. Szerencsére az enemy nem figyel rájuk még egyelőre olyan szinten, hogy érdemesnek találjam azt, hogy kicsit úgy óvatosabban megfontoltabb helyekre tegyem őket. Én szépen csak így körbe rakom itt a pontot, aztán jó lesz. Bár persze ezekkel is könnyen ki lehet babrálni, majd meglátjuk, hogy mennyire lesz képben az ellenfél. De egyelőre még jó ez így. És az is mindig ilyen nagy, mondjuk úgy egyetemes törvény, hogy általában a Symmetra teleportot vagy shield generátort, azt valamiért mindig itt helyezik el. És hát Reinhardt megpróbált berobbanni a köztudatba, hát be is robbant, csak aztán el is halálozott, meg Winston is berobbant. Ő is elhalálozott, ez idáig ez egy gyönyörű volt. Két tankot minden bizonyal elintéztünk, de még mindig szerintem van egy tank valahol. Mintha egy dívát véltem volna felfedezni, de még nem vagyok benne egészen biztos, csak így ilyen sörétek repkedtek volna felé, mint hogy olyat láttam volna. A kifidet egyelőre még nem tekintettem meg a szememmel. Mármint, hogy valaki azzal lövöldözött volna. És 4 perc cikkel még kitartanunk. Hát, úgy látom, idáig ez a módszer ez hat. Többiek, mintha egy kicsit kitámadnának, aztán vissza, és innen jönnek, és ott az a díva. Látjátok, csak sejtettem én, hogy valahol itt egy díva lesz. Hát csak az a kérdés, hogy hogy kapjam el azt a dívát, mert hát mögötte egyből ott a Heller, és hát a Winstonnak a páncélja is megjelent, magyarán 2 tank van ott. De Bastion tesz arról a páncélról. Úgy, ez az. Aj, és még nem bírtam elintézni, viszont ez a Lucy ulti a zseniális volt. A Winstonnal is el tudtunk bánni, és Mercyvel kell még elbánunk, hogy ne tudja feléleszteni a társét, és ez sikerült is, és itt van, dívával is elbántunk, jó van. Hú, izgi, mondjuk nem sokan múlott, mert hogyha fel tudta volna éleszteni a társait, akkor bizony bajba vagyunk, mert akkor már nagy része a túletémnek le volt amortizálva, mi is elhasználtuk ugye a képességeink nagy részét. Ajaj. Minden esetre még jó, és 3 percre szűkült az ellenmi ideje, viszont Winston az nagyon akar minket, és fara is jön erre felé, és valamilyen oldalról próbálkozik. Winston hagytam beugrani, megpróbáltam most kikerülni a fókuszból, talán most kellene elkapni valakit, hát lerakok megint egy ilyen túret, de csak az a baj, hogy egyből olyan damage-eket kiosztanak ezek a srácok. Úristen, micsoda mészállás folyik oda lenne, és a dívával azért minden bizonyal el fogok bánni, legalábbis nagyon remélem, így van, sikerült elkapni, és jól van, ő kislány meghalt, jó van, a többiek meg elintézték a fent lévőket. Végül Symmetrával elintézni egy tankot azért, az se olyan egyszerű, jó, mondjuk dívát, kvázi ő nem olyan fürge, de mondjuk ha egy Roadhog lett volna és elkap a hookjával, akkor nyek. Mondjuk Reinhardt lekalapácsol, igen. Talán még Zarya, meg Diva az a 2 tank, amelyik úgy jól kinyírható Symmetrával szerintem.
Orisszát még nem próbáltam, megmondom nektek őszintén. Pedig lehet, őt is kéne, és 2 perce van még az ellenfélnek, hogy befoglalja ezt a pontot, úgyhogy a darálás javarésze szerintem most fog jönni. Ó, és megjelent, új, és a Diva ulti bizony el is intézte egyből az összes túletemet, ez egy összehangolt támadás volt az enemy részéről, viszont a Luciónk megint idejében nyomta el a boostot, és hát a többiek teszik a dolgukat a killfeed alapján. Hú, hát azt hiszem Soldier Tactical Visor-ra megtette magáét, viszont Diva elintézte Soldier-t, most a Reinhardunk lépett akcióba úgy, hogy én meg megint próbálom itt a biztonsági túleteket elhelyezni. De valószínűleg, hát mondjuk Mercy nem tudom hol van, ahol is elintézték a shield generátort, annyi baj legyen. Szerintem lehet, hogy egy Mercy váltott át tankra, vagy nem tudom, de most simán, ha vissza hellelte volna a többieket, mármint felélesztette volna a többieket, akkor hát megfogták volna a csapatot. De ez elmaradt, úgyhogy szerintem le lett cserélve. Vagy nem tudom, de én most nem véltem felfedezni, szóljatok, hogyha ez nem így volt, vagy lehet már előtte megölték, nem tudom. Ki ölte meg és miért? Tudni akarom. De jó, még azaz tudok, hogy miért. Csak hogy ki? És mikor? És hol? Ha, és van még kőkemény 50 másodperce az ellenfélek. Nem akarom elkiabálni, de a dolgok jelenlegi állása szerint eddig tetszik a meccsnek az állása. Hát, hogyha nem tudnak egy komolyabb összeszedett, ennél is jobban összeszedett támadást elengedni, akkor bizony jó lesz. De komolyan, amúgy zseniális volt, mert Winston berobbant. Ő a túreteknek a sebzését nagyjából lefogta, mondjuk a Divának az ultiával várhatott volna még, mert hát a Diva bemegy a túreteket, akkor is intézi, és utána robbant volna be a Winston, akkor ő nem is kap semennyi damage-et se, és úgy tudja ő kiosztani a saját adagát. És úgy szerintem hatásosabb lett volna, de mindenképp szükség lett volna egy Mercy élesztésre is a végén, ahhoz, hogy ne tudjunk felállni, de hát szerencsére ez nem következett be, és hát már is jön az overtime, és nézzük, beérkezik-e az ellenfél, és hát egy fara próbálkozott, de őt elkapták, aztán hát ennyi volt, és hát Luciótól megkaptuk a jó kis boostot. Nagyon jó, ezt a Zone Barriert, hogyha szabad így mondanom, csak én boostnak hívom, mert hát azért csak felpusztol a picsába a hellemet, és hát megnyertük az összecsapást, kérem szépen, hölgyeim és uraim, micsoda kör volt. Victory! Nos, köszönöm szépen a megtekintéseket, találkozni fogunk egy újabb epizódba, sziasztok! Play of the match.